Megérkezett Budapestre a legújabb magyar világutazó, Méder Áron, egy kicsi tavi vitorlással hajózta körbe a földet. Az 55 ezer kilométeres út csaknem 3 évig tartott. A vitorlás végül a Dunán, a Margit híd és a Lánchíd között kötött ki. A következő néhány hónapban bárki megnézheti. Így volt az ágyon, ezen a részen út. Szűk volt a hely, 1-2 órát lehetett egyszerre aludni, és mindig minden vizes volt. A vitorlás 29 éves kapitánya ezeket tudta a legnehezebben megszokni. Vannak problémák a hajóval, műszaki jellegű problémák. Méder Áron végig egyedül utazott, de videóüzenetekben, rádión és internetes blogjában rendszeresen hírt adott magáról. A vitorlás szombaton érkezett meg a szlovéniai Koperbe, ahonnan 2006. szeptember 24-én indult el. 55 ezer kilométeres útja alatt 40 országot, 3 óceánt és tucatnyi tengert érintett. Kapitánya azt mondja, a csaknem 3 éves út alatt sokkal jobban megismerte magát. Ugye a hajósok azt mondják jó szelet, én azt mondom békét és szelet, meg szeretettel. Szóval én kicsit pozitívabb lettem, és kicsit úgy érzem, hogy folyamatosan süt a nap, és nem esik soha az eső. A vitorlás szövetség elnöke szerint Méder Áron teljesítménye nem csak azért rekord, mert ilyen kis vitorlással magyar ember még nem kerülte meg a földet, hanem mert a hajó felszereltsége sem a legmodernebb volt. A vitorlásport nagyon sokat köszönhet neki, hiszen 3 éven keresztül a figyelem középpontjában voltunk. A vitorlázó még nem döntötte el, hogy lesz-e folytatása az útnak.